Sziasztok, hackerek! Ez itt a Legenda vagyok sorozat 37. tagja. És az történt, hogy kicsit későn kaptam a vizet, mert néztem az eseményeket, és volt egy nagyobb esemény, ami elfogadta a képünket, és nem láttam, hogy a CVL fog indulni, úgyhogy már el is indult a CVL, szerencsére elég sokáig tart, mert mi sajnos még éppen CV-ben vagyunk. Nem állunk rosszul, valószínűleg ezt meg is nyerjük, de ugye csak 2 órával bírjuk indítani a CVL-t. Még szerencse, hogy Thomas ugye a Gabzó Family-ből felhívta a figyelmet rá, aki egyébként most át is lépett, és egy kisebb karakterével itt fog velünk játszani majd a CVL-be. Na, közben láthatjátok, hogy próbáltam a bázisomat egy kicsit átépíteni, mert bár nekem nagyon tetszett, mert ugye a From Scratch építettem, és ezt ilyen referenciának tekintem, hogy Simi, aki nagyon erős játékos, egy példaképpen volt, amikor elkezdtem játszani, ugye akkor még ő is átvette, tehát ezt úgy éreztem, hogy dicséri a bázist. De nekem elég gyengék a védelmem. Hát persze most van egy-két jó cuccom már, de ahogy látjátok, hogy az a két Inferno Tower, ez maxos, Wizard Tower, ez maxos, tehát van egy-két jó dolog, de azért az az igazság, hogy a védelmemet látjátok, hogy vereség, 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 mind vereség. És azért ez régebben nem volt ennyire jellemző, tehát úgy érzem, hogy a Legenda liga az nagyon megerősödött. Láthatjátok, hogy az egész visszatekerető log szintig nincsen egy sikeres védelem, úgyhogy próbálok egy bázist építeni, ez egy nagyon izgalmas dolog egyébként. Mindig tetszettek az ilyen nagy területű infitóveresek, hogy ott a falak körül mennek. Persze ez az elmélet, majd most ki is teszem mindjárt challenge-et, hogy elkezdjem tesztelni, hogy ez csak az első lépés, hogy megépítettem. És azért kéne tesztelni, hogy csak nem tudom, mennyi idő telt el, ugye még nem tehetem ki, mert én most építettem. Na mindegy, akkor itt elsőre élesre fogjuk tesztelni. Még 27 perc van, és aztán lejár ugye a pajzsom, addig lehet, hogy én is támadhatnék egyet, mert végül is erősítésem a seregem van, csak hát ugye az mindig csökkenti az időt, de az is lehet, hogy akkor kapok még egy kis pajzsot. Szóval ráadásul a felhőbe ugye ott nem is biztos, hogy érdemes belépni. Kukancsunk be akkor a CV-vel, ugye láthatjátok, hogy én az 1-est meg a 4-est támadtam, igen, mind a kettőt sikerült lehármazni. Most ez a 4-est ugye gyengébet választottam, mert volt hősöm, és itt annyi volt benne a poén, hogy meg volt 2 maxos sarim támogatásnak, és nem akartam elhasználni a támogatást meg a hősöket sem. Úgyhogy ezt a bázist sikerült lehármazni a hősök, meg a kocsi, meg a tám, meg a ugye megtartva a támogatás nélkül. A támogatás felhasználása nélkül. Persze nem annyira nagy trófea, mert láthatjátok, hogy elég gyenge a bázis, gyengék a hősök, gyenge a vizártóvere. Nagyon mortálok. Tornyok. Hát ennek minden egy gyenge, szóval nem túl izgalmas. Ugye mutasd a hidden teszlek, amik előttek, azok is elég gyengék. Na szóval délután majd jelentkezünk egy családi streammel, ahol elemezzük majd a CVL-be. Ugye a CVL-t, ahogy lesz idő, itt 2-3 óra múlva, ahogy látjátok, itt vége lesz a CVL-nek, és indítom rögtön a CVL-t. Ugye a teljes benevezünk mindenkit, aztán akkor a legerősebb 15-en meglátjuk, milyen lesz a sorrend, és akkor a Thomas-t még betesszük. Mert ugye ő biztos támadni fog. És este megjelentkezünk akkor egy ilyen családi latolgatással, hogy mi lesz a CVL-nek a kimenetele. Persze az előzőt valószínűleg nem bírjuk überelni, ahol mindent megnyertük. Most ugye egy ligával fejebb játszunk a Gold 1-be, úgyhogy lehet, hogy ez sokkal nehezebb lesz. És akkor itt ez a bázis építgetősdi. Ez most, ami tegnap este szántam rá egy kis időt. Nem tudom, hogy fog bejönni. Hát itt arra számítok, hogy talán itt majd itt betörne a 2 infitóvere között, és akkor addig az infitóverek ellátják a bajukat, meg ott a mortálok. De hát meglátjuk, hogy ami problémás, hogy a hatókörből így ugye csökkent itt a bázis közepének az átmérője, és ezért ki kellett tennem két hidden teszlát, hogyha lerakja ugye a sereget, akkor ne tudja rögtön bemenni, a támadó sereget ne tudja rögtön bemenni a hatókörébe
ha ki akarja csalni esetleg a védelmet, bár végül is már én se csalok soha, tehát nem biztos, hogy ez a kicsalás dologra érdemes figyelni. Eredetileg ide raktam a emellé a Hidden Tesla mellé a másik kettőt, ez a centrumot megerősíteni. Ami picit szerintem itt a két említett lecsökkenett átmérőnél, tehát ezen az oldalon gyengébb a bázis, meg a lentén. Ugye egy-két ilyen csapdával próbáltam ott megerősíteni. Egy-két ilyen gyengébb bombával. Hát nem tudom, hogy fog muzsikálni. Meglátjuk. Élvezetes volt építeni, hát kialakul. Mondjuk lehet, hogy nézegetnem kellett majd pár példát, és akkor talán okosabb lenne, de ugye lejár itt egy, hát még egy napot kell várni, hogy tudjam itt a saját plántagokkal ugye friendly-be teszteltetni. Már Duborkas anya mondja, hogy támadjuk le, ugye, hát. Támadjuk le akkor egy erős támadással. Oké. Most kipróbálom azt, amit a másik gyengébbel is nem csináltam, hogy nem a hősökkel és a kocsival kezdek, hanem a minerökkel. Mondjuk neki kicsit erősebb a vizártó veremény, amit a CV-ben láttatok. Hát az ott elég szerencsétlen helyre dobtam az életadó keveréket, mert ugye ott most egyszer ki is mentek a hatóköréből, és nem is fognak följönni a hatókörébe többet. De most ezt akartam kipróbálni, a hősöket utolat teszem. Jaj, nem is néztem, hogy ennek volt, persze volt védelem, az a sárkány, az engem gyűlt, csak ugye a minoröket nem követi, amíg azok eltűnnek. Hova fog az a sárkány menni, hova dobjam a... Hova dobjam ezt a poizont? Hát ez nem volt egy átgondolt összetett támadás, de még valószínűleg a bázis a sereghez képest egy gyengébb. Úgyhogy simán meg lett a három csillag. Én most látom, hogy két poét hoztam magammal, és egyére a dolga kevesebben. Ez nem is tűnt föl eddig, úgyhogy attól meg kell szabadulnom attól az egyik poétól, akkor, hogy így most már jó, most már öt. Öt van, oké. Na, szóval most elkezdek egy ilyen bázisépítgetősdit majd csinálni. Egyelőre meg már picit untam a bázis szerkezetét, tehát az élmény nem volt már meg, hogy rendezgettem rajta, úgyhogy ezért próbálok egy újat. Most meg valahogy nem harmonizál a kettő, de van benne valami, ami tetszik. Na hát várom a kommenteket, mindjárt kiposztolom a képet is, hogy jobban lehessen róla beszélni. Biztos lesz valakinek sok tanácsa, hogy akinek nagyobb a tapasztalata a bázis építésbe. Ugye, ahogy mondtam, nekem még semmi tapasztalatom nem ez, de most 20 percig ugye nem fogok ezt csinálni, közben más csinálok. De ha minden igaz, akkor 20 perc múlva majd be tudok számolni arról is, hogy muzsikál ez a bázis. Na szóval akkor egyelőre ennyi volt, és akkor még itt a bázis építéssel folytatjuk, meg ugye az, hogy már elkezdjük akkor a CV-vel. Sziasztok, hackerek!